A Wittelsbach származó Bajor hercegnő, Erzsébet Amália Eugénia, Ferenc József osztrák császár és magyar király felesége volt. A korszak egyik legkedveltebb és egyben legutáltabb uralkodónéja volt, aki gyakran a ragadvány neve miatt Sziszinek szólítottak. Ebben a videóban róla hoztam néhány érdekességet. a becenév eredete. A Wittelsbach házban divattá vált, hogy minden egyes családtagra ráakasztottak valamiféle gúj nevet vagy ragadvány nevet, ami az illető becenevévé vált. Egymás közt így szólították egymást. Legtöbbször valamilyen állatra, madárra utaló neveket választottak, vagy egyszerűen a keresztneveket kezdték el feldarabolni, becézgetni. A Sisi is így jöhetett létre. A bizarr házasság. Vittelsbach Erzsébet hercegnő úgy ismerte meg Ferenc Józsefet, hogy eredetileg a nővérét Ilonát szánták a feleségének. Az osztrák császár azonban az ígéretes frit helyett a 15 éves Erzsébetet választotta. Erzsébet és Ilona egyébként Ferenc József unokatestvérei voltak. Ezért a házasságért pápai engedélyt kellett kérni. A találkozásra rá egy évre házasodtak össze 1854-ben. További furcsaság, hogy Szészi szülei is egymás unokatestvérei voltak. A tragikus sorsú gyermekek Gyermekeinek megszületése Erzsébet számára számos tragédiát tartogatott. Elsőszülött lányuk Zsófia Friderika két évesen halt meg. Tifuszban vesztette életét. Gizella hosszú életet élt, ám ugyanakkor ő már a Habsburg ház végnapjait tapasztalhatta meg, főleg az első világháború után. Főleg egyházi és szociális reprezentatív feladatokat látott el a családon belül. Lipót Miksa József Bajor herceg felesége volt. Rudolf volt az egyetlen fiúk, aki a közvetlen trónörökös volt az osztrák és a magyar trónra. 30 évesen feleségével együtt öngyilkos lett. A legkisebb gyermeke az uralkodói párnak Mária Valéria hercegnő volt. Több mint 300 év után ő volt az első olyan gyermek, aki a hatalmon levő uralkodó gyermekeként született Magyarországon. Őt úgy is gúnyolták, hogy a magyar gyermek, vagy hogy az egyetlenke. Ez azért volt így, mert Cici annyira féltette és óvta őt, hogy az ő nevelését nem adta ki egyedül a kezéből, és vele jobban foglalkozott, mint a felnőtt korú gyermekeivel. Mária Valéria így egészen házasságáig édesanyjával élt, ha úgy tetszik szimbiózisban. Azt remélték tőle, hogy a pragmatika szankció segítségével akár magyar királynő is lehet belőle, ami enyhíteni a monarchián belüli feszültséget, aminek alapja a pragmatika szankció feleslegessége volt a férfi uralkodók és örökösök jelenlétének köszönhetően. Egyes rossz nyelvek úgy tartották, hogy a kismária Valéria valójában gróf Andrási Gyulától volt, az egykori magyar miniszterelnöktől. Az eltiltott anya Erzsébetet a császári udvarban kívülállóként kezelték. Erről Ferenc József édesanyja. Zsófia Friederika gondoskodott, aki azért vette át Mária Valérián kívül mindegyik gyermeknek a nevelését, mert Sissi a kora miatt alkalmatlannak találta arra, hogy a gyermekeit ő maga nevelhesse fel, ráadásul még a császárnét is nevelni való gyermeknek tartotta. Ebben a teljes császári udvar támogatta a kedves anyóst. Sissi fogai Ferenc József aktív nemi életének változó partnerei szerepet játszottak abban, hogy Sissi elkapja tőle a gonorreát. A korszakban nem tudták ezt a betegséget megkülönböztetni a szifilisztől, ezért arzénnal kezelték. A kezelés hatására a királyné fogainak egy jó része kihullott, ezért van az, hogy a legtöbb fényképen festményen csukott a mosolyog. Társaságban is általában szája elétette a kezét, vagy a legyezőjét, és úgy beszélt. Egyes vélekedések szerint a fogainak kihullását a túlzott édességfogyasztás is okozhatta. Az Ibolya Erzsébet királyné rajongott az ibolya színű dolgokért. A kedvenc édessége is az ibolya fagyi volt. A gödöllői szobájának a fala is ilyen színű volt. Sisi a költő Erzsébet királyné rendszeresen írt verseket. A témában Mészői Dezső kutatott, aki megállapította, hogy verseit Sisi Heinrich Heine német romantikus költő munkássága lette, amit megfűszerezett a saját gondolat és érzelemvilágával. A levelek Ciszi leveleiből nagyon sok maradt fenn az utókor számára, de a magyar társalkodónője, nője, Ferenci Ida azért, hogy Erzsébet jó színben tűnhessen fel halála után is, a valaha írt levelek egészének egy részét eltüntette, vagy még a királyné számára is jelentős mértékben cenzúrázta, különösen azokat a leveleket, amiket Gróf Andrási Gyula írt neki. Több levélből kiderül, hogy Erzsébetnek élcelődő humora volt, ugyanakkor gyakran adott hangot magányának és bezárkózottságának. Az örök gyász Rudolf Korona herceg öngyilkosságát követően Sissi két alkalmat leszámítva végig feketébe öltözött. A nyilvános megjelenések számát csökkentette. Utolsó nyilvános megjelenése az 1896-ban tartott milleniumi ünnepségen volt. A név Erzsébet királynéról nevezték el Pest Erzsébetet. A települést akkoriban Erzsébet falvának hívták először az uralkodói család jóváhagyásával, továbbá Budapest 7. kerülete Erzsébet város is az ő nevét viseli Ferenc József engedélyével. Budapesten és Komáromban található a szintén róla elnevezett Erzsébet híd, de az ő nevét viselte az Erzsébet Tudományegyetem is, a mai Pécsi Tudomány Egyetem. Népszerűsége a 19. század második felében Erzsébet királyné valóságos sztárnak számított. Gyakorlatilag a világ sajtó figyelemmel kísérte az ő munkáját, a magazinok, heti és havi lapok számoltak be az ő öltözködéséről, hajviseletéről és szépségápolási szokásairól. Az egyik legnépszerűbb téma volt az ő esetében, hogy minél idősebb volt, ugyanúgy hihetetlenül fiatalnak látszott, Ráadásul földig érő hosszú hajat növesztett magának, amit egy bizonyos viselet elkészítésére és felkötésére, összekötésére vagy összefűzésére akár két óra is kellett a szolgálóknak. Előfordult az is, hogy egy teljes napra lemondta a reprezentatív feladatait a királyné csak azért, hogy meg tudják mosni a haját. Népszerűségének oka manapság, hogy az 1950-es években megjelent Sissi című filmtrilógiában Romy Schneider mutatta be a nagy érdeműnek Erzsébet királyné zűrös fiatalkorát. A történet egyenesen romantizálja Sissi és Ferenc József kapcsolatát, ráadásul a történet boldog befejezéssel zárul, és nem foglalkozik azzal az időszakkal, amikor Sissi családanyává válik. Erre még rátesz egy lapáttal a Sissi című rajzfilm sorozat, amiben a romantikus vonalat és a családtagok gyűlöletét mutatják be csupán, a mögöttön meghúzódó valóság teljesen háttérbe szorul.